60%-át a mikroorganizmusok adják, ezeknek az öme a bélrendszerben található. A szemünk 1 milliárd bit információt dolgoz fel egy másodperc alatt. Az is tény, hogy a ráksejtek naponta keletkeznek, 200 ezer ráksejt keletkezik naponta, és ezek naponta megháromszorozódnak. Azonban, hogyha figyelünk ezekre a tényekre, irányítjuk, és megfelelő életmóddal élünk, megfelelően táplálkozunk, akkor ezek a kockázati tényezők kiküszöbölhetőek. Tehát a szervezetünk képes a ráksejteket leküzdeni. Az emberi szervezetben a legkisebb egység a sejt, minden innen alakul ki. A sejtjeinkben másodpercenként több milliárd folyamat játszódik le. Benne a biológiai rendszerekben rengeteg folyamat zajlik le egyszerre. Hogyha azonban ez az érzékeny jelentvitel sérül a sejtek között, akkor ez fizikai síkon megjelenik, és betegségek alakulnak ki. És a lelki betegségek is sajnos megjelennek a fizikai testben. Az is tény, hogy mire a magzat megszületik, az anyamékben érzések hatására a személyiségünk fele kialakul. Tehát amit az anyamékben érik a magzatot információ, az a személyiségünknek a felét, a tulajdonságainknak a felét meghatározik. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a kismamák minden fontos értékes vitamin ásványi anyagot megkapjanak a terhesség alatt, a jódot, az omega-3 zsírsavakat, a folsavat, és az is köztudatté, hogy a sejtjeink rendkívül csodálatosak, ugyanis több millió döntést tudnak meghozni egyszerre. Ugye csapból is a reklámokban az folyik, hogy sejtszintű egészség, illetve valami a sejtszinten fejti ki a hatását. Hogyha a sejtjeink egészségesek, akkor mi is azok vagyunk. Szóval, hogyha a sejtjeink megbetegszenek, akkor mi is megbetegszünk, akár meg is halhatunk. Hogyan tudjuk ezt a sejtszintű egészséget elérni? Hát az immunrendszerünkön keresztül. Az immunrendszert, a szervezetnek az immunrendszerét úgy kell elképzelni, mint az országnak a hadseregét. Véd a behatolókkal szemben, ami a szájunkon, bőrünkön keresztül bejut a szervezetbe, kórokozó, legyen az egy baktérium vagy egy vírus, az ellen az immunrendszerünk véd. De nem csak a baktériumok és vírusok ellen, hanem a ráksejtek ellen is. Tehát, hogyha a szervezetünkben ráksejt keletkezik, akkor ha az immunrendszerünk jól működik, akkor képes a ráksejtet leküzdeni. Ez bizonyos van. Tehát figyelnünk kell a szervezetünknek a jelzéseit. Fájdalmunkban, ha lázunkban, bármilyen olyan megszokottól eltérő jelzésnek figyelnünk kell, mert minden egyes betegségről a szervezetünk tájékoztat minket. Az egészség és a betegség fogalmát tisztázzuk. Nem vagyok beteg, mert nincs tünetem, ez nem igaz, tehát ez csak egy tünetmentes betegség. A WHO meghatározta az egészség fogalmát, ez a testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csak a nyomorékság hiánya. Ahhoz, hogy egészségesek legyünk, be kell vinni a szervezetünkbe a megfelelő makroanyagokat és a mikrotápanyagokat, a vitaminokat, az ásványi anyagokat, a nyomelemeket, az élelmirostokat, és a legfontosabb a folyadékbevitel, a víz. Ugyanis a szervezetünknek a 70%-a vízből áll. És ezek a vitaminok, ásványi anyagok is a vízben oldva jutnak el a sejtjeink. Tehát ahhoz, hogy a szervezetünk megfelelően tudjon működni, a sejtjeinket táplálni kell. De nem csak vitaminok és ásványi anyagok is kellene, hanem víz is, mert vízben oldódnak. Tehát ez egy biokémiai folyamat, vízben oldódnak a vitaminok, és így jutnak be a sejtekbe, és így diffundálnak be a sejtjeink belsejébe. Az is tény, hogy sejtjeink hatékonysága ugye az öregedéssel csökken. De a mai civilizáció legnagyobb rákfenéje ugye a szabad gyökök. Hogyha ezek a szabad gyökök nem áramlálnának ilyen gyorsan, akkor nem lenne ennyi megbetegedés sem. Vegyük például az elektroszmogot. Egyre több az elektroszmog körülöttünk, a mobiltelefonok, a mikrohullámú sütők.
De a legfontosabb szava a jövőben is úgy gondolom, hogy a stressz. Ebből ered az összes civilizációs megbetegedés. Én itt kiemelném a kínai gyógymódokat, ugyanis a hagyományos kínai orvoslás az emberi testet egészében nézi. Ugyanis az emberi szervezetben minden mindennel összefügg, és az ázsiai orvosok a test és a lelki tüneteket egyaránt figyelembe veszik a gyógyítás során. A nyugati orvoslásban azonban minden egyes betegségre megvannak a szakorvosok, és mindenhonnan kapunk egyfajta információt, egyfajta kezelést, de nem biztos, hogy megtalálják ugye az okokozati összefüggést. Mik a legfontosabb civilizációs megbetegedések? Hát ugye a magas vérnyomás, az agyvérzés, a vétagjeleknek a szükülete, a veselégtelenség, a cukorbetegség. Ugye a cukorbetegeknek a 95%-a kettestípusú cukorbetegségben szenved, az elhízás, a daganatos megbetegedések, az allergia, az aszma, az autoimmun betegségek, az emésztőrendszeri megbetegedések, a csontritkulás, és sajnos ezek mögött mind-mind immunrendszeri defektusok állnak, az immunrendszernek a nem megfelelő működése, ami abból adódik, hogy nem megfelelően táplálkozó, nem megfelelő az életmódunk. Mire vezethetők vissza ezek a civilizációs megbetegedések? Hát a fokozott energia és zsírbevitelre, a nem megfelelő zsírsavbevitelre. Remélem, ha nem margarinos kenyeret tettek, hanem szalonnát tettek, mert akkor nagyon jól tettek magukat, ugyanis a margarinos vagy növényi olajokat fogyasztanak nagy mennyiségben, akkor nagy mennyiségű omega-6 zsírsavakat juttatnak be a szervezetünkbe, és sajnos ez még rákeltő. Ha sok olajban sült burgonyát, olajban sült húst tesznek, akkor hölgyeim, mi az, ami a leginkább fenyegeti önöket? Az emberek veszély, bizony, ez mind rejtett zsíradék, és sajnos a növényi olajok tele vannak ilyen rejtett zsíradékkal. A másik kockázati tényező a patológiás 1-3-1-6 bétaglukának hiány. Most mondtam egy nagyon hosszú idegen szót, de tulajdonképpen mi is ez. Ugye régen levettük a fáról az almát, ami lehet, hogy egy kicsit penészes volt, de akkor is megettük meg a zöldséget is. Ha egy kicsit penészes volt, kiváltuk, megettük. Na most a penészen nagy mennyiségű bétaglukán jut a szervezetünkbe, ugyanis a penész is egy gomba, és a gombák sejtfalában vannak a bétaglukánok, amik az immunrendszerünknek az üzemanyagai. A túlbiztosított élelmiszerlánc miatt nem eszünk kellő mennyiségű penészt. Kockázati tényező a napi 5 g-ot meghaladó sóbevitel és az alacsony zöldség és gyümölcsfogyasztás. Naponta 5 alkalommal kellene nyers zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanunk, ahhoz, hogy a megfelelő rostbevitelt biztosítani tudjuk a szervezetünknek. Beszéltem a nem megfelelő és a bevitelet, ahogy mondtam, ugye a napra fogolajt, azt ki kellene iktatni teljesen az étrendünkből. De mi a helyzet az a többi olajsavval? Ugye az olívaolaj, a libazsír, a kattyörzsír, a csúcsír, az omega-9-et tartalmaz, olajsavat tartalmaz. A mandarinzazsír az nagyon jó, mert az tartalmaz terített zsírsavakat és olajsavat is. Szintén nagyon jó a lánymag, a kendermag, a tökmag és a szőlőmag olaj, mert ebben van omega-3, omega-6 és omega-9 is. Na most ugye az omega-9 zsírsavakról tudni, hogy a szervezetünk elő tudja állítani, az omega-6-ból nagyon sokat viszünk be, viszont az omega-3-nek hiányzik, és ezt kellene leginkább a szervezetünk működéséhez. De mi a helyzet a cukorbetegekkel? A cukorbetegek esetében hiányzik a delta-6 deszaturáz enzim, emiatt nem tudják a növényi eredetű omega-3-at lebontani, tehát neki állati eredetű, hal eredetű omega-3-at kell bevinni a szervezetükbe. Na most, nagyon fontos a táplálék zsírsav összetételének a beállítása. Egy olyan étrend, ami nem megfelelő omega-6, omega-3 zsírsavarát tartalmaz, az gyulladáskeltő. Tehát nekünk a táplálkozásban az omega-3 zsírsavakra kellene helyezni azt, hogy milyennek az anatómiai jelentősége. Hát az, hogy az omega-6 zsírsavak hatására a sejthártya merevé válik, törékenyé válik.
míg az omega-3 zsírsavak hatására flexibilissé válik a sejtnek a membránja, és hosszú életű lesz. Nagyon fontos lenne, hogy a kis sejtben is nagyon sok omega-3-at fogyasszanak, mert a hamzat fejlődéséhez nélkülözhetetlenek az omega-3 zsírsavak. De miért is fontosak ezek a zsírsavak? Mert mindenhol azt mondják, hogy egyen halolajkapszulát, egyen olívaolajat, hát ugye a zsírsavak az emberi szervezetben nagyon fontosak. A sejthártyákat építik fel. Akkor bizonyos hormonoknak az aktivátorai, például a D-vitamin előállítása szükséges. Hiába veszünk be D-vitamin, ha nincs megfelelő zsírsav összetétel a szervezetünkben, mert nem tud megfelelően a D-vitamin képződni. De bizonyos vitaminok, tehát a zsírban oldódó vitaminok felszívódásához is szükségesek a zsírsavak, tehát egyáltalán nem jó a zsírmentes táplálkozás. Ugye, ha a civilizációs megbetegedéseket nézzük, akkor magas vérnyomás betegségben 2008-ban 8 millió ember halt meg a világon. Bődületes adat. Az Európai Unióban 60%-kal gyakoribb a magas vérnyomás, mint az USA-ban. Agyvérzésben, sztrókban Magyarországon 18 ezer ember hal meg, ennek az egynegyede 60 év alatti férfi. A szívinfarktusban az USA-ban évente 1,6 millió ember hal meg, ebből, vagyis 1,6 millió beteg, és ebből 600 ezer hal meg egy éven belül. Magyarországon ez az adat úgy néz ki, hogy 28 ezer ember betegszik meg szívinfarktusban, és ennek a fele egy éven belül sajnos meghal. Ugye az orvosi szaktekintélyek szerint a szív- és érrendszeri bajok mögött a vérben található magas koleszterin szint a felelős, ezért mit írnak elő? Zsírszegény diétás és gyógyszer kell szedni. Azonban rájöttek, hogy ez már nem helyes, és egyre inkább ez kerül be a médiába és a szakirodalmakba is, ugyanis felfedezték, hogy a betegség hátterében az érfalaknak a gyulladása áll, ezért a kezelés más szempontok szerint kell végezni. A képen látható ugye az érszükret, hogy a trombus elzárja az érlumenét, tehát a belső fejét, és a vér nem tud sajnos tovább áramlani, tehát ahol elzárja a trombus, az a végtagnak a vérellátása megszűnik, ez súlyos állapotokban is. Ha nem találtál meg elindul és megáll a tüdőben, vagy az agyban, beláthatatlan következményei vannak. Tehát mit kell tudni a koleszterinről? A koleszterin a szervezetünkhöz tartozik, nem ellenség, hanem egy barát, ugyanis ez szabadon áramlik az éren belül, azonban a gyulladás alakul ki a szintetikus szereket tartalmazó élelmiszerek hatására, és ezek a szintetikus szerek, tehát az adalékanyagok, egyéb dolgok, akár nem megfelelő zsírsavbevitele, megbetegíti az érfalat, és az érfalába egy gyulladás alakul ki, és ezen már sajnos meg tud tapadni a koleszterin. Tehát igazából ez az élelmeszesedésnek az oka. Azonban, hogyha növeljük az omega-3 zsírsavaknak a bevételét, akkor ez az érszükület kiküszöbölhető. Ugye kapunk gyógyszert is, hogyha magas a koleszterin, vagy koleszterin csökkentőt, statinok mellékhatását, és gyakran jönnek hozzá a betegek is, megkérdezik, hogy akkor most szedje vagy ne szedje a koleszterin csökkentőt. De akkor mit szedje helyette? Hát semmi, nem kell helyette semmit szedni, megfelelő étrend, mozgás, omega-3 zsírsav bevitel, a margarinoknak a kerülése, és látható, hogy mennyi komoly mellékhatása van a koleszterin csökkentőknek, a polineuropátiától elkezdve a mellkárosodáson, a szívelégtelenséggel, a hasnyálmirigy gyulladáson keresztül, ugye komoly Q10 enzim hiányt is okoznak. A másik komoly civilizációs megbetegedés ugye a cukorbetegség és az elhízás. De önmagában milyen probléma ez a cukorbetegség? Hát ugye a fejlett országokban a cukorbetegség a legfőbb okozója a májelégtelenség és a veselégtelenség kialakulásának, ami komoly dialízis költségeket eredményez. Világszerte több mint 2,5 millió ember szenved a cukorbetegség okozta retinopátiában, tehát látásrendásban. És az is elmondja, hogy aki kettes típusú cukorbetegség,
betegségben szenved, a sajnos 5-10 évvel korábban halnak meg valamilyen szív- és érrendszeri megbetegedésben. Ezek mind tények, tehát ezek mind KSH adatok alapján mért tények. A másik dolog az elhízás. A magyarországi nők tekintetében itt a legrosszabb a helyzet, ugyanis 67%-os a magyarországi nők elhízottsága. Elég komoly helyet értünk el az EU-ban, tehát az elején, ami viszont nem jó. És hogyan jelenthetnek megoldást ezekben a civilizációs problémákban az ázsiai gyógyászatnak a gyógynövényei? Hát mit tudunk a gombákról? Ugye a gombákban az ázsiai gyógyászatnak az évezredes gyógynövényeit tisztelhetjük, ők már 2000 éve használják, és jelenleg is vannak olyan gombafajok, amelyeket gyógyszerén nyilvánítottak, például a PSK-t, a Lentinex-et, de nem csak Ázsiában, hanem például Norvégiában is Lentinex néven gyógyszerként forgalomban van. Ez a shiitake gombának az egyik hatóanyaga. Ezek nagyon életesek a betegségek megelőzésében. Ha a növénytani szempontból nézzük, képzeljék el, hogy 140 ezer gombafaj létezik, és ezeknek csak a 10%-át tártuk fel. A legnagyobb élőlény a Földön az egy gomba, ami az Amazonas talajában található, és nagyon fontos szerepe van a légkör gázösszetételének a beállításában. De önök is tudnak egy gombafajt, és már hallottak róla, a képen látható, illetve az az orvos, aki feltalálta ebből a gyógyszert. Ez pedig nem más, mint Alexander Fleming, aki a penicillin notátum nevű törzsből kifejlesztette a penicillin nevű antibiotikumot. Ez az első antibiotikum, és ez is egy gombából származik. Tehát nagyon komoly jelentőségük van, évekkel visszamenőleg. Néhány gyógyhatás gombafaj látható. Mi ezekből készítünk folyékonyabb a kivonatokat, ebben a gombatokból a laboratóriumban. És a bizonyára hallottak már gyógygombák, hogy egy kapszula formájában. Azonban a mi kutatólaboratóriumunk kidolgozott a világon egy teljesen egyedülálló gyártástechnológiát, és folyékony formában öntöttük ezeket a gombákat. Ez egy biolaboratórium. A háttérben láthatóak a képek, amik a laboratóriumban készültek. Na most, amit tudni kell a gombakivonatok gyártásáról, hogy az önök szülei, dédszüleinek a technológiáját vettük alapul, csak ugye nyilván ezt már egy modern technológiai berendezések segítségével fejlesztettük ki, méghozzá a teakészítést, illetve a tinktúra készítést. Tehát ahogy önök is megfőzik a teát, mi is megfőzünk a gombát, és ahogy önök is, illetve az önök szülei is beáztatták pálinkába a különböző növényi részeket, mi is beáztatjuk etanolba ezt a gombát, és kivonjuk belőlük az értékes hatóanyagokat, és ezzel egy rendkívül koncentrált hatóanyagtartalmú készítményt kapunk, aminek az a jelentősége, hogy ugye önök is tudják, hogy a gombák kitinből épülnek fel, mint a rovaró kitinvázból. Most az emberi emésztőrendszer ezt a kitinvázat nem tudja lebontani, tehát a kapszulák ezért nem olyan hatékonyak, mert ugye hiába vesszük be, az emésztőrendszerünk nem tudja lebontani. És mi megoldottuk, hogy a kitinvázat elroncsoljuk, és a különböző oldószerekkel, ami a víz és az etanol, kivonjuk az értékes hatóanyagokat, és egy termékben koncentráljuk. Ez azt jelenti, hogy ebből a készítményből egy napi adag 35 kapszulának felel meg. Tehát egy rendkívül erős hatékonysággal bíró készítményt kapunk a végére. Úgyhogy beszélek a gombákról, de ezek a gombák nem a hagyományos értelemben vett sátorban termesztett gombák, mint a csiperke gomba, vagy a lassan gomba, hanem maga az előállításuk is szigorú laboratóriumi körülmények között történik. Ezt úgy kell elképzelni, mint az embriókat. Tehát mi kivesszük a legértékesebb spórát, ami a legmagasabb hatóanyagtartalmú termőtestet adja majd a végén. Ebből készítünk egy micéliumot, egy kultúrát, ezt mutatom is, tehát itt van, ezekben a petricsészékben vannak ugye a spórák, ezeket leoltjuk egy kultúrára, ezekben a zsákokban keletkezik a micélium, látható, és minden steril körülmények között történik. Tehát akár csak a gyógyszergyártásban,
szigorú, steril körülmények között történik minden, és amikor a micéliumunk kialakul, akkor ezek a micéliumok mennek azokba a helységekbe, ahol majd a gomba, tehát a magas hatóanyag tartalmú gomba kifejlődik. Nem sátrak mondok, mert ezek nem sátrak, hanem nagyon korszerű berendezésekkel ellátott épületek. Tehát ezeknek a gombáknak a beltéri tenyésztése rendkívül nehéz dolog, mert nagyon oda kell figyelni a hőmérsékletre, páratartalomra. Tehát akár csak egy lombik bébinél ugyanúgy itt is nagyon szigorú feltételeket és bio feltételeket kell biztosítani. Ennek azért van jelentősége, mert ugye a gombáknak az életmódja az az, hogy a talajból mindent magukba szívnak a micéliumon keresztül, a vizet, a különböző káros anyagokat is, és ha milyen gombákat használnak fel, akkor bizony a végtermék is tele lenne mindenféle káros veszélyes anyaggal, de mi ezt a biotermesztéssel teljes mértékben kiküszöböljük. A képen a saját rejsi termesztésünk látható meg, és ebből pedig már természetesen folyékony kivonat is készült, ami rendkívül magas hatóanyagtartalmú, de darabolt formában is majd megtekinthetjük a végén a kolléganőnk, még hogy hogy is néz ki ez a rejsi gomba, egy rendkívül fásszárú növény. Tehát nem olyan gomba, mint a csiperke. De térjünk is itt egyből a rejsi gombára, ugye ez a Ganoderma lucidum, több mint 200 féle hatóanyagot tartalmaz, képzeljük el, ezen kívül poliszaharidokat, amik az immunrendszerünknek az üzemanyagai, szív- és érnéktől triterpéneket, anelmozint és szerves germániumot, ezért a hosszú élet titkának szokták nevezni, és ez bizony így is van. Ugye gyakori probléma az ízületi fájdalom, fájnak az ízületeink, emögött nyilván genetikai hajlam is van, és akkor szedünk donabort, tehát glukozamint, vagy véres porcelánt, de nem gondolunk arra, hogy a rejsi poliszaharidjai teljes mértékben védik az ízületeket, segítik a porcállománynak a kialakulását. Tehát ez egy nagyon jó ízületvédő gomba, mert a poliszaharidjai, ugye a poliszaharidjai az ízületek felépítésében segítek, és vannak benne gyulladáscsökkentő anyagok, természetes gyulladáscsökkentő anyagok, a triterpének, amik a szteroidokhoz hasonló hatékonysággal csökkentik a gyulladást, de nincsenek mellékhatásai. Rengeteg reumatoid artritiszes betegen fogyasztja, és rendkívül jók az eredmények. Tehát nagyon gyorsan elmúlik nekik a fájdalom, és a reumafaktor is szépen kezd visszacsökkenni. Tehát ugye beszéltem a poliszaharidokról, tehát a bétaglükánokról, ezek már nagyon fontos táplálékok is, tehát egyre jobban bekerülnek a társadalomba, de mire is jó a rejsinek a poliszaharidja, baktérium és vírus ellenes, növeli az immunrendszer, naturált édesejtjének az aktivitását, tehát ezek az ölősejtek, amik a daganat ellen védekeznek. Amit itt elhangzik, az mind szakirodalmi adatokból merített információ, tehát nem légből kapott dolog. Az is tény, hogy antibiotikummal adva növeli az antibiotikumnak a hatékonyságát. Nem helyette, nem antibiotikum helyett, hanem antibiotikum mellett. Tehát lehet, hogy ami mondjuk rejsinek az antibiotikum 7 napig fejti ki hatását, de ha szedünk mellé rejsit, akkor lehet, hogy 3 nap után márhat. Például a vancomicinnel együttadva 500%-os hatékonyságú, cefazolinnal pedig 1000%-os hatékonyságú. Az is tény, hogy ha minden harmadik ember ganodermát szedne, akkor nem lenne influenza járvány. Tehát az influenza ellen az egyik legjobb természetes anyag, amit szedhetünk, hogy ne legyünk influenzásra, és a műtétek utáni fertőzés nullára csökkentette. Ezt mind orvosok mondták. Orvosok tesztelték. Nagyon fontos a vérnyomás szabályozó hatás, főleg akkor, hogyha csipőnyi és kínai hernyogombával együtt fogyasztjuk, ugyanis mi azt is kikísérleteztük már, hogyha több gombafajt öntünk egy termékbe, elegyítünk egy termékbe, akkor ezek a hatóanyagok egymás hatékonyságát felerősítik, tehát szinergiába fejtik ki a hatásukat, és rövidebb idő alatt hatnak. Szabályozzák a koleszterin szintet, ebben segít a sitakinak az eritadenin nevű hatóanyag, ami bizonyítottan az LDL koleszterin, tehát a rossz koleszterin, HDL koleszterin alakítja a májban.
vércukor szint csökkentőhatással, ami nagyon fontos, hogy allergia ellenes hatással, tehát a hisztamin felszabadulását gátolja. Ugye az allergia magas hisztamin szint hatására alakul ki, amikor a hisztamin felszabadul a szervezetünkbe, de a rejsi ezt megakadályozza. Egyébként a hisztamin normálisan is jelen van a szervezetünkben, ez a sejtek közötti kommunikáció feles. Tulajdonképpen a hisztamin nevű vegyülettel beszélgetnek a sejtek egymással, de hogyha egy koros immunreakció van, tehát az immunrendszer túlreagál, akkor ez a hisztamin szint megemelkedik, és ez egy allergiás reakció formája nyilván meg, ami változatos palettán mozog, a bőrkiütéstől egészen a anafilaxiásokig, ami nyilván halálos. És ugye a rejsinek daganat ellenes hatása is van. De most ezt hogy kell elképzelni? Tehát, hogyha valakinek a családi genetikájában benne van mondjuk az emlőre, és 30 évet kisgyermekkorában nagyon sok olajban sült krumplit teszik, vagy chipset, vagy sok omega 6 zsírsav visz be a szervezetébe, akkor 30 éves korában nagy valószínűséggel kialakul az emlőre. Mit csinált Angelina Jolie? Hát leamputáltatta a mellét, pedig nem kellett volna. Mert hogyha az ember tudja, hogy elesik, akkor mit csinál együtt? Akkor a rejsi a sámlét, tehát a rejsi egy makó. Tehát ha tudom, hogy a genetikában benne van a daganatos betegség, akkor érdemes rejsit fogyasztani, mert az egyik legjobb megelőző szere a daganatos betegség kialakulásának. Egy kutatást is szeretnék bemutatni, amit a magas vérnyomás kapcsán végeztek a rejsivel. Ezt egy japán egyetemen végezték. Ugye itt a vizsgált emberek magas vérnyomásban küzdöttek, 3 hónapig szedték nagy dózisban a rejsi gombát, és 3 hónap után a vérnyomások 180/96-ról 126/94-re ment vissza, és voltak olyan női betegek, akiknél koleszterin szintcsökkenés is tapasztalható volt. Mi okozza ezt? Ezt a rejsiben lévő triterpén nevű hatóanyag okozza, ugyanis ez növeli a véroxigén szállító kapacitását, tehát több oxigén jut a szívbe, ezáltal a szív jobban tud működni, és ez az oka annak, hogy a vérnyomást szabályozza. Na most ugye a vérnyomás csökkentő gyógyszerek általában a szisztolés nyomást csökkenti, és nincsenek hatásul az asszisztolás nyomásra. A rejsi mind a két értéket képes csökkenteni, és ez egy egyedi dolog ennél a bombahatóanyagnál, és ezt orvosok írták le. Nagyon sok bombát, hogyha a rejsi bombát C-vitaminnal fogyasztjuk, ugyanis a C-vitamin is egy nagyon fontos szív- és érvédő anyag, és a rejsi hatását felerősítik. A C-vitaminból is most már inkább a liposzomás formát ajánlják. Ez ugyanaz, azon az elven alapul, hogy ugye a sejteknek a sejtfalán keresztül könnyebben bedifundál a C-vitamin. Ez a liposzomális anyag tulajdonképpen segíti a C-vitaminnak a sejtbe történő beépülését, és a rejsivel együtt, a rejsi hatóanyagokkal együtt ez kiválóan működik. Mire alkalmazható a rejse? Természetesen tavasszal és ősszel, az immunrendszerünknek az erősítésére, a szabad gyökök ellen, izületi betegség, köszvény esetén, gyomor-nyomvérfekély esetén, alvászavarok esetén, illetve a bőrgyulladásos megbetegedéseire, tehát ezekre a bőrfoltosodásos problémákra. Egyébként a rejsét mi többféleképpen felhasználjuk, krémet is készítünk belőle, tehát az a hatóanyag, ami a folyadékba kerül bele, azt mi bio alapanyagokkal vegyítjük, mégse a vajjal, a kakaóvajjal, és ugye ebből beletesszük még a rejsinek ezt a gyulladást csökkentő hatóanyagait, így a bőrön keresztül is fel tud szívolni, és például ezekre az eczémákra is rendkívül jó hatással van. Egyébként az ázsiai nőknek a bőrtonusa, és hogy ilyen nagyon szép egységes a bőrtonusuk, az a rejsi próbának köszönhető, és ezt már korábban egy amerikai cég, az Yves Saint Laurent felfedezte, és beleépítette a krémeinkbe, illetve mi is beleépítettük a mi krémeinkbe, csak még bioalapanyagokkal dolgozunk fel. Hogyha a rejsi próbát is
shiitake gombával és a kínai henyó gombával együtt alkalmazunk, akkor egy nagyon csodálatos dolog szinergizáló hatás jön ki. Ilyen a sejtregeneráló hatás csökkenti a fizikai és a mentális fáradtságot, jobban alszunk, szabályozza a keringési rendszert, segíti a szívizomnak a munkáját, vérnyomás szabályozó hatása is van. És egy kicsit ki szeretnék térni a kínai henyó gombára, mert ezt többször már emlegettem, de érdemes róla egy kicsit részletesebben beszélni. Nem tudom, hogy hallottak-e már róla. Ezt a gombát más néven Hiasa gombának hívják, a Himalájában terem, kizárólag a Himalájában terem, mert ahhoz, hogy a növekedni tudjon, oxigénmentes környezetre van szüksége, és sajnos ez a szegény himalájai közösségeknek a legfőbb bevételi forrása, ugyanis 1 kg hernyógombáért több 10 000 dollárt adnak. Ezt nem is lehet termeszteni, Amerikában egyetlen cég tudja a kínai hernyógombát termeszteni, de nem adja ki a licenszt, ez egy teljesen titkos dolog. Erről a gombáról tudni kell, hogy parazita. Ez azt jelenti, hogy egy lepkén telepszik meg, a lepkének a szerveit használja fel. Látható a képen is, hogy úgy néz ki, mint egy hernyó. És amikor a lepke meghal, akkor tulajdonképpen mumifikálja a lepkét, és ez látható a képen, és ami már kinől, az tulajdonképpen a gomba. És ezek a kedvező élettani hatásokat fejtik ki az emberen is, mivel ő tud oxigénmentes klímában növekedni, tehát a szervezetet is képes az oxigénhiányos állapotból kihozni. Tehát egy gyulladásból, egy allergiás reakcióból, egy autoimmun betegségből, és hát nem hiába alkalmazzák a kínai hernyógombát a sportolók. Ugyanis fontos tény, hogy 93-ban a kínai futónők az atlétikai versenyen 9 világcsúcsot döntöttek, és az edzők elmondta, hogy kínai hernyógombát fogyasztottak, így a kínai hernyógomba sportolók legális doping szerévé vált, mondhatjuk így is, de milyennek az élettani háttere? Növeli a vér oxigénfelvevő képességét, segíti az izmokban a glukóz felhasználását, szabályozza a vércukorszintet, és azáltal, hogy a májnak nő a glukóz termelése, egy másodperc alatt több glukózzal tudja ellátni a szervezetet, ezért a futó egy nagyobb teljesítményt képesek produkálni, csökkenti a testsav termelődését, így az izmok nagyobb izommunkára képesek. Végeztek egy vizsgálatot, ahol sportolók 6 hétig folyamatosan szedték a kínai hernyógombát, és az volt tapasztalat, hogy csökkent a fáradékonyság, kevesebb tejsav keletkezett, és nőtt az izomtömeg, 50%-kal növeli a szervezet oxigénfelvevő képességét, ezért azok a betegek, azok a daganatos betegek, akik kemoterápiában és sugárterápiában részesülnek, lényegesen könnyebben vészelik át ezeket a mellékhatásokat. A saját beszélkörökben is van rengeteg olyan ember, aki fogyasztja, és azok a kellemetlen mellékhatások kevésbé jelentkeznek, mint annál, aki nem fogyasztja. A másik betegség a cukorbetegség, és a cukorbetegség kapcsán a mitak és a mandulagomba kombinációját emelném ki. Kínában és Japánban kötelezően alkalmazzák a cukorbetegek terápiájában, ugyanis kettes típusú cukorbetegségben szenvedő alapokon vizsgálták, és ott kimutatható volt, hogy javítja az inzulin rezisztenciát, csökkenti a testsúlyt, a testzsírt, a szérumglükózt és a koleszterin szintet, illetve beállítja a vércukorszintet. És amiatt, hogy mi ezt ugyanígy a betegeinkkel tapasztaltuk, elindítottunk egy saját kutatást a Kromet Kft-vel, ez az országban egyedülálló gyógyszerkutató cég, és egy állatkísérletes modellen keresztül vizsgálták a készítményünket. Ezek a cukorbetegek ugyanúgy fogyasztották a készítményt, mint ugye az ember is fogyasztaná, és a vizsgálat végére megállapítható volt,
ez a komoly májregeneráló hatás, ez már a saját kutatásoknak az eredménye. Igen, itt látható, hogy szinte az egészséges májhoz hasonló szintre hozta vissza a májregeneráció, vérregeneráló hatása van, vércukorszint szabályozó hatása van, és ez a magolagóban, mint a kibomba hatóanyagainak a szinergiájából ered. Tehát a célkitűzésünk, hogy a kettes típusú cukorbetegségben szenvedő tüneteit enyhítsük, lehetőség szerint diétától függetlenül. Ugye aki cukorbeteg, annak nagyon komoly diétát kell tartani, és azért ez hosszú távon, ez az életmódváltás nagyon nehéz. Mi szeretnénk ezzel a készítménnyel megkönnyíteni a cukorbetegek életét, hogy ne kelljenek erről. Tehát egy ilyen szigorú diétát betartani, lehessen egy kicsit mellette bűnözni, illetve a legfontosabb, hogy ne alakuljanak ki a mellékhatások, tehát a látásromlás, az amputáció, a vese problémák, akár ugye a veseleállás. Tehát a betegeim, akik fogyasztják, cukorbetegeim, mert nagyon komoly látásjavulás volt elérhető. Volt olyan cukorbeteg, akinek a cukra éveken át 18-as volt, és 3 napig fogyasztotta a készítményt, és 3 nap után lement neki 7-re. Tehát elég komoly hatások érhetők el a készítményen, tehát ezek tények. Na most, ami a pozitívum még, hogy ezeket nem lehet túladagolni, nincsenek mellékhatásai, biokészítmények. Ugye, ha megeszünk egy levél gyógyszert, akkor mi történik? Hát, ugye, gyógyszermérés is kapunk, elvisz minket a mentő. Naponta 22 ember hal meg gyógyszerokozta baleset, gyógyszer mellékhatásai következtében, és 3-4 pedig közlekedési baleset, akkor melyik a veszélyesebb. Mi történik, ha megiszunk egy üveg folyékonyhomba kimondatot, semmi kicsattanunk majd az egészségtől. Ugye a normál dózis az 5 ml. És hát egy Szentgyörgyi Albert idézettel szeretném az előadást zárni. Ugye a természet hatalmas, az ember arány, ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatokat tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja föl erőit saját hasznára. Hát mi igyekszünk ezeket az erőket felhasználni, ugyanis a gyógybombák a természet legnagyobb ajándékai. És köszönöm, hogy meghallgattak, és szeretném, hogyha a mai adag gombakimondatokat elfogyasztanák, és kapnának egy kis üzemanyagot, és akkor sportfokozatba kapcsol a szervezetük. Köszönöm. És a témeket